én fogadom, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Esküdtettek Szabolcs-Szatmár Bereg megye 1-es és 2-es számú országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság tagjai és póttagjai hétfőn délelőtt Nyíregyházán. A két bizottság összetételét a legutóbbi városi közgyűlésen hagyta jóvá a megye székhely képviselőtestülete. Feladatuk az lesz, hogy az április 3-ára kitűzött országgyűlési választás törvényes lebonyolítása felett őrködjenek, és megállapítsák annak eredményét. Az országban 106 egyéni országgyűlési választókerületi választási bizottságnak kell megalakulnia. Az ő személyükről a képviselőtestületeknek kell dönteni. A nyíregyházi képviselőtestület közgyűlése az elmúlt héten választotta meg a választási bizottságok tagjait, póttagjait, és most kerül sor az eskütételükre, hiszen fontos feladatok következnek, hiszen a következő hét péntekig, február 11-ig a választópolgárok megkapják az értesítőket, és február 12-től indul a választási kampány. Ezen a napon veszik majd fel a jelölt állító szervezetek az ajánló íveket, azt követően pedig megkezdődik az ajánlások gyűjtése. A választási bizottságoknak ezt követően kell majd nyilvántartásba venni azokat, akik megfelelő számú ajánlást tudtak összegyűjteni. A választási bizottság a jelöltek, akiket nyilvántartásba vettünk, megállapítjuk a sorrendet, ők fognak szerepelni ebben a sorrendben, ahogy mi megállapítottuk a szavazó cédulán, és a következő lesz, ugye, ami a legfontosabb lesz, a szavazás. Utána pedig az eredmény megállapítása, amikor 3-a után a választás megtörtént. Tehát április 3-a után közben is van feladata a választási bizottságnak. Ezzel kapcsolatban csak reményemet tudom kifejezni, hogy a kifogások terén kevés munkánk lesz, és kevés kifogást kell elbírálnunk. A jelölő szervezeteknek legkésőbb február 25-éig kell bejelenteni jelöltjüket az egyes választókerületekben. Az április 3-ára kiírt választás abból a szempontból rendhagyó lesz a korábbiakhoz képest, hogy a parlament összetételén túl a gyermekvédelmi törvénnyel kapcsolatosan tartanak majd népszavazást is, melynek törvényes felügyelete szintén a választási bizottságok feladata lesz.